Jó estét kívánok! Majd olyan témáról fogunk beszélni, amiről mindenki tud, és mindenki találkozott már vele, ez a borravaló. Ami hát nem csak a szállodákban, nem csak az éttermekben, nem csak a taxiban, hanem szinte mindenhol van, legfeljebb máshol hívják. Vendégem Takács Zsófia, a szállás.hu munkatársa. Üdvözlök mindenkit! Ugye készítettek egy felmérést borravaló ügyben, amiben nagyon érdekes adatok vannak. Ez a felmérés ugye szállodákban készült, illetve az utazókat kérdezték meg, és meglehetősen meglepődtem azon, hogy minden negyedik utazó bosszant, minden negyedik utazót bosszantott az, hogy van borravaló. Igen, ez valóban így igaz, ebből a felmérésből kiderült az, hogy vannak, akik például abszolút el is törölnék azt, hogy borravaló. Azért az emberek nagyobb része, tehát egy olyan 10-ből 8 ember elfogadta úgymond ennek a borravalónak az intézményét, de a mértékéről abszolút a válaszadók nagyobb része szeretne saját maga dönteni. Tehát annak a mértékéről kevesen vannak tisztában, ugye, hogy mi ugye az illemtanban meghatározott százaléka ugye az elköltött szolgáltatásainknak, és nagyon kevesen ebben a százaléka nincsenek is tisztában. És hát nyilván azért tizedelik is ezt. Jó, na most a borravaló ugye nem ment ki a divatból, és mégis úgy tűnik, hogy az emberek pontosan nem tudják, hogy mennyit illik adni. Tehát ez azt hiszem ilyen szájhagyomány útján terjed, és hogy a felmérésben láttam, 8-ból egy vendégnek beszóltak, hogy kevés a borravaló. Igen. Gondolom, hogy sokkal többen keveslik ehhez képest. Tehát mi tűnt ki ebbe a felmérésbe, hogy mi a szokás? Hogy honnan veszik az emberek, hogy mennyit kell adni? A szokás az szerintem inkább illemként jött lettek főbb helyen, hogy el is várják sok emberbe benne van ezért, hogy azért az elfogyasztott összeget kiegészítsük egy bizonyos, még kisebb juttatásra. Egyébként érdekes, mert a válaszadók 85%-a úgy nyilatkozott, hogy ők sokkal inkább többet adnak, tehát abszolút fel sem merült esetleg bennük, hogy kisebb része, vagy esetleg az illemben meghatározott kevesebb százalékkal egészíteni ki. Ezzel szemben a megkérdezett szálláshelyek, tehát itt ugye egy ilyen 110 szálláshely vett részt ebben a felmérésben, túlnyomó részük azt mondta, hogy az 5%-ot alig haladja meg a szolgáltatásuk végösszegéből az az összeg, amit ők borravalóként átadnak. Igen, nálunk is próbálkoztak, már a szervizdíja egy-két helyen van is, de úgy tűnik ez nem igen tört át. Ez viszont azt jelenti, hogy a vendéglátók és legyen a szállodás vagy étterem, el is várják a borravalót. Meg azt ugye már manapság szoktuk azért a számlákba beépített összegekként ugye feltüntetve látni a borravalókat, vagy ugye mint szervizdéként külön kiemelve. Ezt nem szeretik a vendégek, tehát ezt abszolút nem részesítik előnyben, mert szeretik ők saját maguk meghatározni azt, hogy mennyit adnak éppen egy-egy adott szolgáltatónak, legyen az akár egy pincér, egy takarítóhölgy, egy londíner. És főként itt a legfőbb kimutatás az volt, hogy a kedves kiszolgálás, ami lényeges. Tehát éppen nem is a szolgáltatás minőség egy étteremben elfogyasztott étel, hogy mennyire ízlett, hanem hogy mennyire kedves volt ez az illető, és mennyire segítőkész. Na jó, de ez azt is jelenti, hogy szinte kötelező adni, tehát független a szolgáltatás minőségétől. Igen, azért ez benne van, igen, valószínűleg. Mert ugye azt hinni az ember, hogy a borravaló az, amit azért adok, hogyha kedvesen szolgálnak ki, vagy esetleg valami pluszt kapok, vagy olyan tájékoztatást, ami teljesen extra. De az, hogy azért, hogy kiszolgálnak egy étterembe, vagy egy szállodába elveszik a kulcsot, és 5 percen belül nyitva van a szoba, tehát a kezemben van a szobakulcs, ezért azt hinnem, hogy ezért nem kéne borravalót adni, és mégis benne van mindenki bagyad. Tehát hol lehet különbséget tenni, hogy mi az, ami azért jár, mert jó a szolgáltás minősége, vagy pedig csak azért, mert hogy illik adni, mert hogy szegény londiner vagy szegény pincér keveset keres? Ez szerintem egyénileg abszolút. Tehát ezért ez nyilván ugye a válaszadókból is volt olyan, aki abszolút elzárkózott ettől, hiszen úgy vélekedett, hogy ez ugye a munkakörébe tartozó feladata, tehát igazából ő miért kellene, hogy még esetleg kiegészítse a fizetését, de természetesen vannak, akik abszolút, és ezt azért elmondhatjuk, hogy ezért a magyarok 3/4-85%-a elfogadta abszolút azt, hogy igen, és ezért ez hozzátartozik. Jó, most kibővítenénk a kört, persze nem bővítjük ki, akkor azt mondom, hogy a kórházakban például ugye kapnak az orvosok, meg kapnak az ápolók, de nagyon sokan nem kapnak.
Na most hasonló van egy szállodában is, tehát esetleg kap a londiner, esetleg kap a takarító, találkozik vele, de vannak, akik nem kapnak, és ez nyilvánvalóan egy munkahelyen feszültséget is okoz. Nem tapasztalták ezt szállodában vagy étteremben? De természetesen vannak azért kivételek, tehát úgy is fogalmazhatnánk, akik ugye a vendégekkel kicsikét közvetlenebb kapcsolatban vannak, tehát legyen ez akár ugye egy pincér, egy takarító, nagyobb eséllyel ugye szoktak borravalót kapni, mint például egy recepciós, vagy akinek már azért ugye ott a pult mögött már nem annyira közvetlen, mint akár éppen egy folyosón sétálva, vagy ugye akár egy londinernek. Jellemzően azért a recepciósok már kevésbé. Most úgy kezdtük a beszélgetést, hogy a magyarok negyede tulajdonképpen eltörölni a borravalót, de találkoztak-e olyanokkal, akik egyáltalán nem adnak? Tehát ők elvi okokból nem adnak. Ebben a felmérésben nem volt erre külön kimutatás, hogy esetleg volt olyan nemzetiség, vagy akár a szomszédos országokból érkeztek olyan vendégek, akiknél abszolút ezzel kapcsolatban negatívumot tapasztaltak volna. Egyébként, ami meglepő, hogy annak ellenére, hogy a magyarok egy negyede eltörölni ezt. Nagyon sok szállásadó egyébként azt mondta, hogy például a német turistákhoz képest sem adunk kevesebbet. Tehát azt gondolná az ember, hogy azért egy német turista, hogyha ide érkezik, azért egy bőséges összeggel távozik, mint borravaló, de egyébként elmondták, hogy nem. Tehát nem adunk kevesebbet, hogyha esetleg úgy egy nyaralást eltöltünk. De hát így nyilván abból ered, hogy ott mások a szokások. Természetesen, ott nem szoktak borravalót adni, legfeljebb akkor, hogyha tényleg olyat kapnak. De attól függetlenül, hogyha elérkeznek azért így hazánkba, tehát itt Magyarországon azért alkalmazkodnak. Tehát nyilván, aki másodszor jön, azt tudja, hogy itt illik adni. Igen. Jó. Tehát gondolom egyelőre marad a borravaló, tehát ez alig fog változni, hiszen ahhoz például a szállodákban, éttermekben nagyon fel kellene emelni a fizetést, hogy ne kelljen adni, tehát el is várják. Bár az utóbbi időben én mindenkitől úgy hallom, hogy ha nem kapnak borravalót, vagy a keveset adnak, akkor nem tiltakoznak. Tehát régen az ilyenkor eléggé vehemensen tiltakoztak a pincérek, de gondolom ez hozzátartozik ahhoz, hogy ma a vendéglők java például, vagy a szállodák java magántulajdonban van, és gondolom a tulajdonos nem örülne neki, ezért panaszkodnának a vendégek. Természetesen illetve azért egyre inkább elterjedt az, hogy beépítik ezt az összeget azért a számlába. Jó, na most készült egy másik felmérés is ugye magukról, a szállodákról, amiben nagyon érdekes adatok jöttek ki, miközben ugye a vidéki szállodáink elég üresek. És ebben a felmérésben mégis elég pozitív adatok láttak napvilágot. Ez valóban így igaz. Ez a másik felmérésünk, ez szintén az évszállása versenyünk keretén belül készült. Én már másodjára rendezzük meg ezt a versenyt, ahol az összes szálláshelyünket próbáljuk megmozgatni, és hát keressük az évszálláshelyét, ugye a kedvenc szálláshelyet, a legnépszerűbb szálláshelyeket, és minden kategóriában a legjobb szálláshelyeket. Tehát külön veszük a 4-5 csillagos szállodákat, az 1-től 3 csillagos szállodákat, panziókat, apartmanokat, vendégházakat, illetve hosteleket, diákszállókat, tehát ugye minden kategóriára gondolunk, és ugye a saját kategóriájában versenyeztetjük őket, hogy ugye lehet így fogalmazni, mindenki egyébként saját maga dönt a versenyről. Ebben a felmérésben valóban születtek azért érdekességek. Ez meglehetősen szélsőséges nyarunk volt, hogyha lehet azt mondani, hogy nyarunk volt, eléggé esős volt. Ezzel kapcsolatban a felmérésben, ami a leginkább kiugró adat volt, hogy egy 500-szoros különbség volt a minimális, mint a maximális szállásfoglalási érték között. De a legolcsóbb szállásfoglalás az két fő részre egy 1500 forintos ár volt. A legdrágább pedig azt egy 880 ezer forintos dobogókői szállás volt. Ez csoportos foglalás volt, tehát most azért nem két fő részére, azért ez egy eléggé nagy volumenű összeg lett volna, de egy csoportos foglalás volt így. És mi derült ki ebből, hogy a 4-5 csillagos szállodáknál árunk jó, vagy az olcsóbb kategóriákban is? Mert a panasz ugye több van az olcsó kategóriákra, hogy azért a pénzért néha bizony meglehetősen hiányosak a szolgáltatások. Mm. A legkedveltebb szálláshelyek egyébként, tehát megemlítésképpen nem a 4-5 csillagos szállodák, hanem az apartmanok. Tehát ezek a családias apartmanok szoktak lenni. Az elmúlt években is folyamatosan nőtt irántuk a kereslet, a mostani évben pedig még inkább. Eleve is a belföldi turizmusban tapasztalható ez a 10%-os növekedési tendencia, ez most is érezhető. Tehát attól függetlenül, hogy esetleg nem volt kedvező a nyarunk,
többet utazunk és többször. Tehát többször utazunk hosszabb hétvégékre, ebből kifolyólag pedig az ilyen apartmanokat keresik a vendégek, ahol elszeparáltan tudnak lenni a családdal, esetleg nem kell osztozkodniuk, nem kell más emeletet hallgatniuk, vagy esetleg bármilyen zavaró tényezőt. Jó, én még emlékszem azokra az időkre, amikor például a Balatonnál teltház volt, és minden apartmant ki tudtak adni, és minden szobát, akkor azért nagyon sok panasz volt, hogy mennyire eltérő ezeknek a minősége, hol mi hiányzik. Most mennyire kiegyensúlyozott az apartmanoknak a minősége? Továbbra is ez elmondható, szerintem ez nem is fog változni, ezért a Balatonnál az apartmanokat kedvelik a leginkább. Egyébként, hogy ezeknek a megoszlása nyilván vannak azért vendégházak szűkösebb felszereléssel, de vannak már abszolút olyan apartmanok, amik egy panzió vagy akár egy párcsillagos kategóriának is elmennek. Szóval fejlődött annyit a magyar vendéglátás, hogy kialakultak sztenderdek, hogy minek kell lenni egy apartmanban, minek kell megfelelni? Abszolút, abszolút. Azért az apartmanokban tényleg egy elkülönített, elszeparált rész, azért már jellemzően a szobákhoz külön mosdóhelyiségek tartoznak, konyha már ugye elengedhetetlen feltétel, egy közös helyiség. Tehát azért általában ezek az apartmanok már nem azt a gondolatot idézik az emberben, mint a puszta semmi közepén éppen egy kis vendégház. Igen. Most a statisztikákat olvasva úgy tűnik, hogy nagyon sokan keresik az apartmanokat, és van egy réteg, amely pedig csak a 4-5 csillagos szállodákba hajlandó menni, és a kettő között van egy űr. Ez a felmérés is ezt igazolta vissza? Igen, ezért valamelyest visszaigazolta, hogy a 4-5 csillagos kategórián, valamint az apartmanokon kívül egy némi visszaesés érezhető a többi kategóriát illetően. Jó, most csináltak egy ilyen leges felsorolást, és abból például mi derült ki? Igen, szintén ebben a felmérésben derült ki, itt tényleg a legeket vizsgáltuk a szállásadók részéről. A legidősebb utazó a felmérésben kiderült, hogy ez egy 103 éves illető volt, de nyilatkozott úgy egy szállásadó is, ahol egy 95 éves alkalmazott volt. Ezt ne is kérdezzék, hogy milyen esetleg munkakörben volt, mert erre nem kaptunk választ, de még mindig is aktívan tevékenykedett ott. Felmértük ezen kívül még az utazó bőröndök számát is, azért ez legfőképpen a hölgyeket érinti egy hétvégére azért. Egy bőröndben nehéz elférni, ezt azért bevallhatjuk, de volt olyan vendég, aki 8 bőrönddel érkezett. Egy hétvégére? Igen, vagy akár 5 utazótáskával is. Igen, egy hosszú hétvégére, vagy 2 éjszakára. Igen. Na most anyagiak tekintetében mennyire nagy a szórás? Tehát például az apartmanoknál túlig, hogy néz ki ez, hogy mennyibe kell egy apartman ma Magyarországon? Nyilván ez is változó azért. Tehát tényleg vannak már nagyon-nagyon felszerelt és úgymond azért luxus apartmanok, illetve vannak, ami a minden igényünket kiszolgáló apartmanok, lehet így is fogalmazni. Én úgy gondolom azért, hogy a rendszerünkben egy olyan 5000 forint per fő per áron már abszolút egy tényleg annyira... Láttam én olcsóbbat is, láttam 2500 forintos. Nyilván természetesen vannak, ki kell fogni, nagyban függ attól is, hogy ezért az ország melyik részén található, milyen frekventált helyen, mennyire frekventált időszakban, tehát azért nagyban függ ez attól, hogy hol keressük ezt. Nyilván azért a főváros, mint vonzás körzetében, ezért az összeget már nem egy ilyen minőséget kapunk. Jó, tehát vidéken lehet, hogy egy jobb minőségi apartmant is olcsóbban kapunk, jó, olyan tájon, ami nem olyan felkapott? Esetleg nyilván azért az üdülő városokban, vagy ugye a nagyobb városokban nyilván máshogy alakul. Most a falusi turizmus, amiről az utóbbi évben elég sokat beszéltek, mennyire népszerű manapság? Szerintem egyre népszerűbb. Egyre inkább érdekli az embereket a fesztiválok, tehát az egyes kisebb települések fesztiváljai sokkal előrébb már elkezdenek szállást foglalni, sokkal előbb elkezdenek gondolkodni, már előre, hogy biztos lesz hely, felmérni, és vannak abszolút visszatérő vendégek. Uh-huh. Jó, de a hagyományos falusi turizmus, amikor tényleg lemennek falura, és nincs fesztivál, hanem vannak állatok, és van erdő. Persze, természetesen azután is egyre inkább érdeklődnek a vendégek. Kikapcsolódás, osztálykirándulások, akár csapatépítők alkalmával is megkeresnek bennünket. Uh-huh. Jó, az mennyire jellemző, hogy társaságok utaznak és foglalnak le akár több házat, vagy akár egy teljes panziót? Abszolút jellemző. Most így az ősszel ugye elindultak az osztálykirándulások, csapatépítők, tréningek,
nagyobb családok összefognak azért, ugye a nyár közepén, Balatonon, tehát abszolút megkerestek bennünket akár 50 fős rokonság, és hogy szeretnének a közelben valahol apartmanokat, vendégházakat kivenni, tehát abszolút nem ritkaság már mostanában. Azt tudni lehet ma, hogy melyik a legnépszerűbb vidékek az országban? Igen, a felmérésből meglehetősen érdekes információkat kaptunk. A kis települések abszolút azért befutottak. Tehát ha megállítanánk az utcaemberét, hogy például mit gondol a legnépszerűbb szálláshely, vagy esetleg város település mi lenne, valószínűleg a fővárost mondanál, nagyobb városokat, Debrecen, Szeged, Pécs, és abszolút nem. Tehát jelenleg az első helyen Csesznek, második helyen Cserkeszőlő, harmadik helyen pedig Bükkfürdő áll. Na most mi az, ami hiányzik esetleg a magyar szállásokból? Mi az, ami feltűnő, hogy keresik, és még nincs elég? A magyar szállásokból, amit legfőképpen keresnek, azok az apartmanok továbbra is. De talán azt hiszem, azt mondhatnánk el, hogy télen jellemző most már az utóbbi években olyan fajta megkeresés, amikor egy abszolút különálló házat szeretnének, meglehetősen nagy létszámra. Tehát egy ilyen szilveszterre egy 30 fős baráti társaság, és valahol nagyon a hegyekben és az erdőben gondolkodnak, ahol minden van viszont. Tehát nagyon nehéz ezt, azért nagyon kevés és ritka az olyan szálláshely, ahol ekkora létszámot be tudunk fogadni, kiadó, és tehát működik azért télen jellemző, hogy ezért ez ilyen kisebb vendégházak, faházak, így szeptember 1-jével az üszor, mint a hidegebb idők beköszöntével be szoktak zárni. Tehát a fűtési költség annyira nagyon sok, hogy ezért az nem éri meg nekik éppen, hogy egy éjszakára fogadjanak vendégeket. Jó, azt jól tudom, hogy szilveszterre tényleg kevés a szállás, tehát sokkal több társaság utazna, ha kapnának. Szilveszterre igen, szintén azért egy annyira kiemelt időszak, hogy már most elkezdtek bennünket keresni ezzel kapcsolatban nagyobb családok, de ettől függetlenül van, aki például már most érdeklődik jövő nyári fesztiválok, jövő vízparti fesztiválokkal kapcsolatban például. Tehát abszolút elkezdenek időben gondolkodni azért a vendégek. Ez árban jelent valamit? Tehát kapnak kedvezményt, akik mondjuk már most jövő nyára foglalnak szállást? Nem, abszolút nem. Ez számukra jó, hiszen lesz helyük azért. El kell kezdeni valóban időben gondolkodni, főleg itt a szilveszterrel kapcsolatban. Vannak olyan szálláshelyek, ahol évek óta visszatérő vendégek vannak, és már előre. Tehát ők tudják, hogy hova szeretnének menni, és le is foglalják időben. Jó, az például mennyire jellemző a belföldi turizmusra, hogy ugyanoda mennek vissza akár évekig? Abszolút jellemző. Vagy egy városra szokott általában koncentralizálódni ez, vagy egy szálláshelyre, de természetesen vannak. Jó, és még mindig a fürdővárosok a legnépszerűbbek? A nyáron igen, azért a fürdővárosok szintén benne voltak a top 10-ben. Nyilván azért a Balaton, valamint a Balaton környéki települések vitték el azért a dobogó első 3 fokát, de szintén azért az üdülő fürdővárosok. És azok a szállodák például ősszel télen előnyben vannak, ahol medence is van? Tehát ahol wellness is van? Természetesen. Azért ugye a belső wellness, azért nagyobb szállodák már abszolút megtalálható, tehát külső, belső wellness, kültéri, beltéri medencék és a többi, tehát ez azért abszolút nem befolyásolja a nagyobb szállodáknál esetleg, hogy a nyár véget ért és kezdődik az ősz. Jó, tehát ha felállítanánk egy ilyen top listát, hogy mi a legfontosabb, akkor mondhatnánk a wellness-t, mondhatnánk a programokat, mi az, ami még esetleg fontos, amikor nyilván szállást keresnek? Nyilván az ár. Az ár azért az mindent meghatároz. Nagyon sokan szeretnének utazni, tehát ez folyamatosan nő. Egyre többször elutazunk, viszont annál inkább már az ár befolyásoló. Jó. Tapasztalható-e az, hogy miután kevesebb pénzük van az embereknek, akik azelőtt külföldre mentek, például lementek az Adriára, azok most itt keresnek maguknak célpontot? Ezzel kapcsolatban azért megoszló a vélemény, tehát nyilván vannak, akik már esetleg nem jutnak el a korábbi adriai tengerpartra, vagy még a közelebbi Bulgáriába se, de ettől függetlenül ugyanúgy azért az idén nyáron a horvátországi nyaralásaink abszolút dübörögtek, tehát már aki június elején szeretett volna, mert igen, csak egy kevés kínálat volt részére, amiből tudott válogatni. Tehát már abszolút akkor már egy olyan teltházunk volt június elejére Horvátországban, hogy nem igazán tudtunk találni. Tehát ebben a szempontból Horvátországban például kicsikét szűkösek a szállásaink egy része. Nyilván azért nem lehet azt a réteget kielégíteni, amit szeretnénk, illetve amit ugye a célközönség is szeretne.
de meglehetősen még lehetne több szállása is esetleg. Jó, én mondjuk beszéltem olyan szakember, aki azt mondta, hogy azért volt most olyan népszerű az Adria, mert sokan, akik messzebbre szoktak menni, azok most csak odáig mentek. Tehát ez nem azért volt, mert most hirtelen néhányan felfedezték az Nyilván Adriát. Nyilván nem. De te kedvelt hely is, tehát azért szerintem sokan vagyunk, úgyhogy akár minden évben is, mert minden évben szebb. Kétségtelen sokan szeretik a tengert, de az a régen, ami emlékszem, 10 évvel ezelőtt volt egy ilyen szlogen, meg egy ilyen cél, hogy álljanak meg az emberek, ne menjenek le az Adriáig, hanem álljanak meg a Balatonnál. És ott nyaraljanak. Hát ma annyival olcsóbb a Balaton, hogy tulajdonképpennek lenne indoka, tehát ha valaki nem ragaszkodik a tengerhez. Mert azért, ha összehasonlítjuk a mostani balatoni árakat az adriai, a horvát árakkal, hát azért elég nagy különbségek vannak. Nyilván érezhetünk különbségeket, de azért a Balatonon is, hogyha egy olyan helyre megyünk, jön szállást veszünk igénybe, hozzá egy olyan ellátást, azért szintén tudunk olyan árakat produkálni, mint hogyha már elmegyünk esetleg a tengerhez. Én most érkeznek vissza olyan jelzések, hogy például mennyire voltak elégedettek a horvát szállás lehetőségekkel, illetve azok minőségével? Természetesen az oldalunkon minden egyes vélemény ugye valós véleményezés alapján, tehát valós vendégértékelés, kapnak lehetőséget, és természetesen az ügyfélszolgálatunkat folyamatosan hívhatják, bármi probléma adódna a szállás helyen, már esetleg a kint tartózkodnak, nincsenek megelégedve, az ügyfélszolgálatunk keres nekik esetleg másik szállás helyet. Jó, mert azért nem tudom, hogy önöknél ez mennyire csapódik le, de hát azért a horvátoknál nem mi vagyunk az első számú célközönség, tehát ők sokkal jobban ölnek a német, olasz és francia esetleg turistának, mint nekünk. Nem érkezett ezzel kapcsolatban különösebben negatív tapasztalat, azért mindig szoktak érdeklődni, tehát az illetékes ügyfelszolgáltunk mindig érdeklődik a vendégeknél, hogy érezték magukat, volt-e bármilyen probléma, hiszen nekünk is érdekünk, hogy csak is valódi értékeket, valamint leírásokat közvetítsünk a vendégek felé. Tehát, hogyha egy szállás esetleg nem a leírt szolgáltatásokat közvetíti, az ugye számunkra sem jó, hiszen nem hiteles képet adunk a vendégeknek. Jó, most mennyire bátrak manapság a magyar turisták, hogy előre lefoglalják a szállást, vagy nagyon sokan még mindig lemennek és ott keresnek szállást. Megtakarítva esetleg azt a százalékot, amit változó a közvetítőnek kéne fizetni. Szerintem egyre többen gondolnak előre. Azért minél hamarabb el szeretnék kezdeni, minél hamarabb szeretnék már lefoglalni, tehát februárban azért szoktak már egy jelentős része, akik lefoglalják esetleg a szálláshelyüket. Nyilván vannak, akik még így július elején, így egy héttel az utazás előtt szeretnének. Volt olyan vendég, aki 2 nappal előtte jelezte, nyilván ettől egyre nehezebb is. Esetleg már kevésbé tudunk az igényeinek megfelelőt találni, hiszen szűkösek azért a keretek, illetve ugye a szálláshelyek száma. Mennyit számítanak a kedvezmények manapság? Nagyon sokat azért a kedvezmények. Folyamatosan figyelik az oldalunkat is, esetleg milyen utazások vannak, ahogy jönnek az ünnepek, milyen csomagokat tudunk ajánlani. Nyilván azért mindig érdeklődnek, hogyha gyerekek utaznak, akkor a gyerekekre milyen kedvezmények járnak, ha több éjszakát tartózkodnak ott, milyen kedvezmény. De ezt a szállásadók is ezt szokták közvetíteni, hiszen mind a két félnek érdeke, hogy elégedetten távozzanak. Igen. Sokan vannak, aki hajlandók az utolsó pillanatig várni azért, hogy esetleg nagyobb kedvezményt kapjanak? Vagy ez nem jellemző a magyarokra? A kedvezmény miatt azért nem, tehát ez annyira nem jellemző. Esetleg lustaság miatt, vagy úgy gondolják sokan, hogy még úgy is biztos lesz hely, még úgy is biztos ezt meg lehet oldani, de a kedvezmény miatt azért általában nem. Ja, köszönöm szépen. Én is nagyon köszönöm. Viszontlátás. Viszontlátás.